Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket a Mesebeszéd csatornán. Judit vagyok, és a ma esti mese, amit hoztam nektek, Nyakigláb, Csupaháj és Mállészáj. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy özvegyember, és annak három fia. De ez a három gyerek olyan pákosztos, olyan falánk volt, hogy a világ minden ételét megették volna. El is nevezte őket az apjuk Nyakiglábnak, Csupahájnak, meg Mállészájnak. Etette őket egy ideig az özvegyember, aztán egyszer csak azt mondta a legidősebbnek, Nyakiglábnak. Kiettetek már minden vagyonomból. Itt az ideje, hogy magatoknak keressétek meg a kenyeret. Eredj, fiam, láss világot, és szegődj el legénynek egy mesterember mellé. Úgy is lett. Elindult Nyakigláb munkát keresni, és találkozott egy vénséges vén öregemberrel, akihez elszegődött legénynek. Amikor letelt az esztendő, azt mondja neki az aggastyán, na fiam, jól dolgoztál egész éven át, hát olyan asztalt adok én neked cserébe, amiről sosem fogy el az étel. Jó lesz-e? Nekem, aki még a követ is megenném, mert mindig olyan éhes vagyok, már hogy ne volna jó. Vágta rá Nyakigláb, azzal az öreg elővette az asztalt, s mondta neki, terülj, terülj asztalkám! Abban a szent minutában rogyásig tele lett az asztal a legfinomabb étellel. Örült Nyakigláb, hogy ne örült volna. Sietett haza az apjához, meg a testvéreihez, hogy eldicsekedjen nekik a szerzeményével. Igen ám, de útközben megállt egy fogadóban, hogy ne kelljen a szabadban töltenie az éjszakát. Felment a szobájába, elővette az asztalt, s mondta neki, terülj, terülj asztalkám! Abban a minutumban az asztalka megtelt finomabbnál finomabb ételekkel. Nyakigláb alaposan belakmározott, aztán kért egy pohár bort, s lefeküdt aludni. Igen ám, de a fogadós megleste, hogy mit csinál a fiú a szobában, és amikor látta, hogy miféle csodálatos asztala van, azt gondolta, hogy ő milyen sok pénzt kereshetne vele. Beosont hát a legény szobájába a legnagyobb este, és kicserélte az asztalt egy pontosan ugyanolyanra. Reggel aztán, amikor Nyakigláb felkelt, elindult hazafelé, és otthon elővette az asztalkát, hogy eldicsekedjen vele a többieknek. Épp éhesek vagyunk, mondták a testvérei, akik persze mindig éhesek voltak. Akkor aztán Nyakigláb letette az asztalt a házuk közepére, és azt mondta, terülj, terülj asztalkám! Persze nem történt semmi. Mire Csupaháj és Mállészáj alaposan elverték a testvérüket, mert azt hitték, szándékosan tette őket bolondá. Mérgelődött nagyon az özvegyember, mondta hát a középső fiának, hogy induljon most el ő szerencsét próbálni. Fel is kerekedett Csupaháj, s ment egészen addig, míg rá nem talált a vénséges vén öregemberre, aki szolgálatába fogadta. Amikor letelt az esztendő, az aggasztyán kivezetett egy szamarat az istállóból, és megállt vele a legény előtt. Jól szolgáltál egész éven át, ezért nem marad el a jutalmad. Itt van ez a szamár, csak annyit kell mondanod neki, hogy tüsszents, tüsszents, csacsikám, és már is annyi aranyad lesz, amennyit csak akarsz, szólalt meg az öreg, azzal odaállt az állat elé, és láss csodát, a szamár aranyat tüsszentett a lába elé. Elfogadod-e fizetségül? Kérdezte utoljára az aggasztyán. Már hogy ne fogadnám el? Vágta rá Csupaháj. Azzal már húzta is magával a szamarat vissza az apja házához. Igen ám, de útközben ő is megállt a fogadóban, ahogy a bátyja. Rendelt ételt, italt, amennyit csak kívánt, aztán megmondta a fogadósnak, hogy nyitasson neki egy szobát, s reggel mindent kifizet. Úgy is lett. Erre aztán fogta magát Csupaháj, és felvitte magával a szamarát az emeletre. Amikor végre egyedül maradt, odaállt az állat elé, és azt mondta neki, tüsszents, tüsszents, csacsikám! Prüszkölt erre egy nagyot a szamár, és egy marék arany ugrott ki a szájából. Örült nagyon Csupaháj, hogy ilyen remek fizetséget kapott az öregtől, aztán lefeküdt aludni. Igen ám, de a fogadós ezúttal is megleste, hogy mi történt a szobában, és mikor éjfélt ütött az óra, ellopta a legény szamarát, s felvitt helyette egy ugyanolyat a szobájába. Másnap reggel elindult haza Csupaháj, s mikor megérkezett, bevezette a házba a szamarat,
amikor aztán mind összegyűltek, megszólalt. Tüsszents, tüsszents, csacsikám! Igen ám, de a szamár csak nézett rá nagy bánatosan, aztán elordította magát, de egy fia aranypénz nem sok annyit sem tüsszentett. Megmérgelődtek ezen csupa háj testvérei, és alaposan elverték, mert azt hitték, szándékosan tette csúfá őket. Sóhajtozott nagyokat az apjuk, hogy hát egyik fia sem tudja kihúzni őket a bajból, de utoljára még maga elé szólította a legkisebb fiát, Málészájt. Indulj el, fiam, próbálj most te szerencsét, de ha te is üres kézzel jössz haza, nem lesz mit tennünk tovább. Fogadkozott a fiú, hogy vele másként lesz, azzal nekiindult az országútnak, és addig ment, míg el nem talált a vénséges vén öregemberhez. Akkor aztán felcsapott nála szolgálatba, és egy álló esztendeig dolgozott. Amikor kitelt az ideje, az aggasztján adott neki egy zsákot és egy marék részpénzt. No, édes fiam, becsülettel szolgáltál, hát most fogadd a fizetséged. Ebben a zsákban egy furkós bot van, csak annyit kell mondani neki, hogy ki a zsákból, botocskám? Akkor aztán kiugrik a pálca a zsákból, és megveri azt, akire rámutatsz. De vigyázz, mert a bot csak neked engedelmeskedik. Elfogadod-e? Nézegette Málé szája zsákot, meg a marék apró pénzt, aztán csak rábólintott, mert legalább abban biztos lehetett, hogy a bátyai nem merik majd megverni, amikor hazaér. Fogta hát a zsákot, meg a részpénzt, és elindult hazafelé. Ahogy mendegélt, ráesteledett, s betért a fogadóba, ahogy a testvérei is. Kért magának vacsorát, meg egy szobát, s miután jól lakott, felment a szobájába, hogy leheveredjen. Igen ám, de ahogy magára maradt, gondolta, csak megnézi a zsákot meg a botot. Ki a zsákból, botocskám? Mondta, mire kipattant a zsákból a furkó. Hanem a fogadós szokás szerint megint ott lesekelődött az ajtó előtt, és mikor meglátta, hogy milyen csodálatos botja van a fiúnak, rögvest elkívánta tőle. Be is osont ének évadján a szobába, s ellopta a zsákot a legénytől, helyette meghagyott egy ugyanolyat. Megébredt másnap Málészáj, s láttam, hogy csak az üres zsák van ott mellette. Megyen is a fogadóshoz Izibe, s mondta neki, mi történt, de az csak nevetett rajta. Megmérgelődött erre a legény, és elkúrjantotta magát, hogy a ház legutolsó szobájában is hallani lehetett. Ki a zsákból, botocskám? Előugrott erre a furkós a pincéből, ahova rejtették, és már is ott táncolt Málé száj előtt. Az meg nekiugrasztotta a hazug fogadósnak, és hagyta, hogy egyengesse meg a hátát. Jaj, ne bánts, Málé száj, ne bánts, visszaadok mindent, amit a bátyáitól elloptam, kiabálta a tolvaj. Nézett nagyot a legény, de azért csak nem szólt a furkósnak, hanem megvárta, míg a gazda visszaadja neki magától a terítőasztalt, meg az aranyat prüszkölő szamarat. Akkor aztán felkerekedett, s maga után hívta a botocskáját. Voltám nagy öröm, amikor hazaért, hát még akkor, amikor elmondta a bátyainak, hogy milyen szerencsével járt. Attól fogva soha többé nem volt gondjuk az életben, s boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Köszönöm, hogy ma este is velem tartottatok, remélem tetszett nektek a mai mese. Jó éjszakát és szép álmokat kívánok!